Sziasztok, Nikolett vagyok és üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai videóban digitális rajzprogramokat fogunk felfedezni. Ugye ennek már van egy előző része, ahol több rajzprogramot bemutattam nektek, ismertettem veletek, viszont ebben a folytatásos részben kettő rajzprogramot fogunk megismerni. Az egyik egy komolyabb rajzprogram, és szerintem a videónak a nagyobb részét ezt fogja kitenni, és pontosan azért, mert egy nagyon közkedvelt és nagyon szuper kis rajzos program, ami ajánlott kezdőknek és profiknak is, és szerintem a kedvenc rajzprogramom mellett, ami a Procreate, simán van olyan jó, sőt, és ami a legjobb benne, hogy teljesen ingyenesen le tudtam tölteni, ki tudtam próbálni, gyakorolni benne, úgyhogy szerintem egy nagyon jó kis rajzprogramot fogok nektek bemutatni. A következő, ami a másik rajzprogram, az pedig a vektoros ábrázolással lesz kapcsolatos, viszont én ebben annyira nem vagyok profi, sőt, egyáltalán nem vagyok jártas, úgyhogy azt csak így alapszinten fogok bemutatni nektek, mint olyan érdekesség, olyan kis opcióként, hogyha ez a téma jobban érdekel, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, és nézzük meg ezeket a kis rajzos programokat. Szóval akkor kezdjük az Autodesk Sketchbook-kal. Mint ahogy mondtam, teljesen ingyenesen letölthető. Jelenleg én iPad-en rajzolok, szóval erre töltöttem le, de Androidos táblagépekre is lehetséges, sőt, igazából még az Androidos telefonomra is le tudtam tölteni egy egyszerű verzióját. Szóval tényleg sokaknak kedvez, és sokan hozzáférhetnek. Mint látjátok, teljesen elérhetően szem előtt vannak a különféle menüpontok az eszköztár bal és jobb oldalon, illetve felül. Így egyszerűen megtalálunk mindent, amire csak szükségünk van. A fenti menüsorban, a bal sorokban tudod a lényegi dolgokat intézni, új munkalapot létrehozni, menteni a munkádat, képeket beilleszteni, vagy megosztani másokkal. Az új munkalap létrehozásakor saját magunk kedvükre szabhatjuk meg a méretezését, akár arányosítva is. De választhatunk a meglévőkből is, legyen az A4-es méret, vagy akár a képernyő méretét is választhatjuk. Na de nézzük, mit is rejt a baloldali menüsor. Hát többnyire az ecseteinket, ami valljuk be, nagyon is sok. Egy ingyenes program rengeteg ecset opciókkal, de milyenek is vannak? A szó szerinti festős ecsettől kezdve a filccalakon és ceruzákon át bővelkedhetünk a választékban. Illetve tudjuk ezeket az ecseteket nagyobbítani, kicsinyíteni, épp mire szeretnénk felhasználni. Részletekhez vagy nagyobb felületek színezéséhez, bár nekem kicsit ez a háttérben megbújó csúszkás verzió picit furán hatott, de nem lepődök meg, hiszen én egy másik rajzprogramhoz vagyok szokva, de eddig nekem nagyon szimpi ez a kis program. Mit látjátok, itt van a radírozás opciója is, illetve az elkenés. És ugyebár egy-egy opciónál azért többfajta ecsetet ajánlanak fel, például a markereknél, filceknél, az ecsethegyütt, vagy a szélesen vágott hegyütt, mint amilyen a valóságban is van. Szerintem nagyon menő, és mint látjátok, a fénysűrűségét is lehet állítani az ecseteknek. Most pedig jöjjön a kedvenc részem, méghozzá a színek kiválasztása. Mert hát milyen rajzprogram lenne az, ahol ez nem lenne lehetséges. Mint látjátok, jobb alul hívtam elő a színpalettát, és kiválaszthatjuk a kedvenc színeinket, és színezhetünk is azonnal, illetve a színünk, vagyis ecsetünk átlátszóságát egy az előbbihez hasonló csúszkával tudjuk állítani, csak ez bal oldalt és alul található. Nekem egyébként a személyes tapasztalatom az, hogy írtó profi módon utánozza le a felkínált ecsetek tulajdonságát, mint itt a ceruzás ecsetnél. Szinte hihetetlen, mennyire hasonlít az igazihoz. Jó, persze nyilván a valóságban ez változhat, attól függ, milyen alapú az a ceruza. Egyébként az ecseteinket itt is személyre szabhatjuk, ha erre a kis gombra kattintunk, itt is meg tudjuk változtatni egyébként a méretét, hogy mennyire legyen éles, vagy mosottas, vagy a felvitt vonalhoz képest mennyire folyjon el, és itt a beállításoknál is kiválaszthatjuk az ecset típusát, hogy milyen legyen, akár a radírt is választhatjuk, és a másik fülön pedig jobban belemeltük a témába, részletezhetjük az ecset nyomását, lenyomatát, ilyesmit. Viszont ami feltűnt, hogy itt az ujjaddal való dupla érintéses törlés, itt az nem játszik. Hát ami nekem szívfájdalom, de azért túlteszem magam rajta. És hogyha már az elrontott vonalak visszavonása, menjünk át a fenti menüsorra, hiszen azt ott tudjuk megtenni, de mégis mit tudunk még ott megtenni? Ki tudjuk jelölni a rajzainkat, amire többféle opció is van, a felkínált lehetőségek közül, vagy az egyedileg megrajzolt minta közül választhatunk, mármint amit mi rajzolunk meg, és itt tudjuk mozgatni is őket.
illetve a színkitöltés, ha nem az ecsettel szeretnénk kiszínezni a kiválasztott területet, de itt sem akárhogy, hiszen csinálhatunk akár szín átmeneteket, bármely színekből is mi adhatjuk meg a pontokat az átmenetekhez. Bevallom őszintén, én ezzel a roppant egyszerű, bár kreatív dologkal nagyon sokáig elszórakoztam. Hát megtalálható még itt a vonalzók is, ami nagyon menő, és nem arra részére gondolok, hogy igen, lehet egyenes vonalat rajzolni segítséggel, sőt akár mérteni formákat precízen megrajzolni, hogyha ez a célunk, hanem arra, hogy bár kezdő rajzosoknak nem szeretek ilyeneket súgni, főleg ha a szabadkezi rajzfejlődés a cél, de létezik az a fajta flexibilis vonalzó, aminek segítségével a pontjai által úgy formálhatjuk a vonalakat, a szép vonalainkat, ahogy akarjuk, legyen az bármely rajz, akár portré, vagy egy kis cica megrajzolása, ennek segítségével át tudsz rajzolni dolgokat egész jól, akár fényképről is még azzal se kell aggódni, hogy remegős lesz a vonalad, vagy ilyesmi, bár, mit mondtam, érdekességnek is hirtelen jövő megoldásnak ám jó, de én nem csípem az átrajzolós vonalrajzokat, alkotásokat, amit persze sokan nem mondanak ám el, hogy így csinálják, na de mit látjátok, minden lehetőség adott sok mindenhez. És hogyha már említettem azt, hogy képről is lehet rajzolni, nyilván akkor képet is lehet beilleszteni, és még azt is formálhatjuk. Természetesen egy jó kis színezéshez nagyon kulcsfontosságú szerep az, hogy tudjunk rétegezni, rétegeket létrehozni, és ez ugyanúgy lehetséges ebben a rajzprogramban is. A jobb oldali sávban tudunk rétegeket létrehozni, és ezeket is egyébként tudjuk személyre szabni, átlátszóvá tenni, összevonni, törölni, zárolni, tényleg nagyon sokféle dolgot. Na de nézzük a következő programunkat, a Vektornátort. Ez igazából érdekességnek mutatom be, hát ha valakit érdekel, ez a dolog is. Vektoros ábrázolás. Mint mondtam, én ehhez nem igazán értek, de én is kíváncsi voltam milyen, szóval beleszerettem volna leesni. Amennyiben jól tudom, androidos eszközökre nem érhető el, de akkor nézzük, hogy milyen is ez a program. A főmenünél egyből találkozhatunk meglévő mintákkal, amikből egyébként tanulhatunk is valamelyest, hiszen látni, hogyan vannak felrétegezve, ami szerintem hasznos dolog. Jobb felül tudunk exportálni, vagy új munkalapot létrehozni, szintén választhatunk a meglévő méretű munkalapok közül, vagy mi is egyénileg létrehozhatjuk a sajátunk, amit el is menthetünk. És ami nagyon tetszett, hogy még kutató munkát se kell végezni a neten, bizonyos felületek méretezési arányaihoz, itt már megvan adva akár Facebook vagy Insta Storyhoz a megfelelő méretezésű munkalap. Ez egész ötletes, nekem tetszik. És ahogy a munkalaphoz érünk, kettő menüsorral találkozunk, egyel bal oldalon, egyel pedig felül, bár igazából felül több részletben van elosztva, de akkor nézzük a baloldali sávot. Három rajzeszköz látható bal oldalon, a felső egy tollminta, amit mivel nem értek hozzá, nem tudok szakszerűen elmagyarázni nektek, de ahogy értelmeztem itt a felvitt vonalad helyzetét, tudod ezzel változtatni, nyilván tudni kell merre, minek, hogy kell elmozdulni, ugye nem véletlenül egy szakma épül erre rá, illetve a ceruza mintánál az ecsetet tudod felvinni, rajzolni vele, amit pedig ki tudsz választani a jobb fenti részen, hogy személyre szabd, az átlátszóságát, sőt még a formáját is, a színét is, bár az bal oldalt alul is meg tudod tenni. Én még őszintén ennyire ecsetet személyre szabni ennyi lehetőséggel még nem láttam, főleg az egyszerűségére értve, mert Procreate-ben is lehet, amit ugye sűrűn használok, de itt szerintem egyszerűbb. Nagyon profi, illetve a fönti sávban vannak a rétegek is. Bal oldalon még az ecset ikonnál tudsz festeni, egyébként magánál az ecseteknél tudod a méretezést is állítani, de itt nincsenek előre gyártott ecsetek, mert gondolom, ugye ez nem erről szól, viszont mondtam, profin személyre szabhatóak, a baloldali sávban tudsz nyomatokat is rakni, többféle mintában, szövegdobozba illeszteni, szöveget írni, radírozni és kivágni, igazából kb. Mindent tud, mint egy rendes jó rajzprogram, képbe illeszt, és tényleg minden lehetséges, és ami még szimpi volt, hogy ismeri az újak áldalt adott parancsokat, és lehet gyorsan törölni. Igen, nekem ez kardinális kérdés, nagyon nem csak viccelek.
Ezen felül még vannak ilyen kis ikonok, amiket felhasználhatsz a rajzaidhoz, kirakhatod őket, illetve amikor képet illesztettem be, azt is tudta a program, hogy a hátterét kivegye, bár igaz, ez egy olyan kimentett kép volt, ami külön rétegekben volt megadva és PNG formátumban volt kivéve, szóval nyilván talán nem mindegy, hogy melyik képpel próbáljuk ezt meg, de nekem ezzel sikerült. Szóval a videónk végéhez is értünk, remélem, hogy tudtam nektek segíteni, hasznos volt számotokra ez a videó, és hogy jobban bele tudtatok látni az Autodesk sketchbookba, hogyha még nem ismeritek, sajnos Androidra letölthető rossz programokat nem tudok most nektek bemutatni, mert olyan tabletem nincsen, de talán majd egyszer ez is eljön. Hogyha pedig tetszett a videó, nyom egy like gombot, hamarosan találkozunk egy újabb rajzos videóban, további szép napot kívánok nektek, sziasztok!